Sziasztán! Most egy különleges bejelenteni valóm van számotokra. Mivel vettem egy új laptopot, ezért arra gondoltam, hogy létrehozok egy ezután csatornának egy testvért, amit úgy hívnék ezután kettő. Tehát ezután kettes csatornám is van mostantól kezdve. És miről fog az egész szólni? Az ezután csatorna akármiről szólhat, de viszont az ezután kettes csatornán annyiban fog változni a dolog, hogy a legújabb játékokat, amik idén jelentek meg, illetve esetleg tavaly, azokat fogom végigjátszani. Viszont itt úgy fogtok engem ismerni, hogy először próbálom őket megnyerni. Tehát az azt jelenti, hogy be is találom, kijátszom, és megnyerem minden áron, aztán ki is találom. Aztán ott van, hogy bizonyságos több endingesek. Ez esetben csak olyan lesz, hogy az lesz az az ending fogszállítani, amelyet először próbálok megnyerni. Ha netán úgy adódna, hogy bad endinget hoznék létre, az is érvényben fog majd maradni az ezután kedves csatornán, de akkor még maradni fog az a játék, amit még be is találtam, mert csak akkor majd az ezután csatornán helyrehozom azt, hogy mit csinálom good endinggel. Mi az, amire nem számíthattok? Hát itt ezután kedves csatornán nem lesznek kihívások. Se egyéb videók, egy puzzle kirakás, hanem csak végig újfajta végigjátszások, olyan idéni, tavalyi. Tehát most kijön 2019, tehát 2018-2019 játékokat játszok, de hogyha jön a 2020, akkor már 2020-assal belekezdek, és 2019-nél majd hátulról kezdem. De ha viszont úgy adódna valami olyasmi, hogy 5. széria, de még nem játszottam ki az ezután csatornán, akkor 1., 2., 3., 4., 5. szériát kijátszom. Minél gyorsabban. És még kellett ezt létrehoznom, ezt jegyezzetek meg valami fontosat. Az nem elég, hogyha egy csatornát hozok létre. De gondoskodnom is kell róla, hogy ellehetetlenítsem annak a esélyét, hogy csődbe menjen az internetes vállalkozásom. Éppen ezért kettőt kell létrehoznom mindenképpen, de tehát két csatornám lesz ezúttal. Ha az egyik csődbe megy, akkor másik még gondoskodhat arról, hogy legyen lehetős ilyen bevételszerzést. De szerencsére két csatornával duplázhatom a bevételszerzés esélyét. Tehát most azt reméltem, hogy két csatornában fog ezer feliratkozót gyűjteni. Tehát aki feliratkozott az ezután csatornára, az iratkozom fel az ezután kettes csatornára is. Tehát, de mivel Nintendo-s vígjátszás is volt az ezután csatornán, úgyhogy az sem lesz az ezután kettő csatornán. Azt mindig az ezután csatornán nézíti. A kihívásokat is mindig az ezután csatornán, de az ezután kettes csatornán az új fajtákod. De számoljatok úgy, hogy első alkalommal próbálom azokat megnyerni. Tehát az lesz érvényes végigjátszásnak, amit elsőre nyerek meg. Ha netán bug adódna, akkor meg, vagy pedig nem tudom befejezni, akkor előről kezdem, és onnét folytatom, ahol a videónál abba hagytam. Ha van egyéb, azt majd legközelebb elmondom. Jó van, srácok, ha tetszett, iratkozzatok fel az ezután csatornára, de még az ezután kettes csatornára is. Mert ezentúl, tehát ezután és az ezután kettes csatorna már testvérpár. És mindkettőnek én vagyok az alkotója. Előfordulhat még, hogy ezután hármas csatorna is hozható létre, de akkor azt nem úgy. De ez nem volna jó, tehát hogyha új végijátszásokkal, mint az idéniek,
Ha netán úgy adódna, majd megmondom, hogyan. Mit felejtettem még mondani? Ja, és a One Credit Clear-es végigjátszások, azt is csak Esztudán csatornán csinálom meg. Meg az I Want Fun játékok, az is az Esztudán csatornán lesz. Tehát Esztudán kedves csatornán az első alkalommal való győzelmeket tartom meg, az Esztudán csatornán pedig spéci módon aratok győzelmeket. Például a legnehezenési szint, vagy No Defes végigjátszások, vagy One Credit Clear-esek. De az Esztudán kettes csatornán az első győzelem számít. Tehát azt ismerhetitek meg, hogy elsőre hogyan győzök. Úgyhogy azt hiszem mindent elmondtam. Tehát ha tetszett, iratkozzatok fel mindkét csatornámra. Ja, és logót. Ami a logót illeti, az is úgy ezutános kép lesz, és de annyi különbséggel, hogy a koronára szeretnék egy római kettest ráírni. Hogy abból látható, hogy az ezután kettes csatorna már megalapult. Hogy mikor lesz az, az majd akkor tudjátok meg, hogyha majd ráteszem az OBS stúdióra. Jó, azt hiszem mindent elmondtam, tehát ez volt az Esztudán 2-ben első videója, de az Esztudán csatornás rajta lesz. Mindent elmondtam már, úgyhogy búcsúzom, sziasztok!